A ma esti témánk a diagnózisok és következményeik a germánygyógytudomány szerint. A diagnózisokról nagyon keveset hallunk, de ez is nagyon fontos lenne, hogy tudjuk, értsük, illetve mindenképpen meg tudjuk fogalmazni, hogy ezeknek a pillanatoknak, amit a diagnózis közlésekor hallunk, tapasztalunk, milyen egyéb következményei lehetnek. Erről fog ma is beszélni kedvenc előadom, dr. Budai László Károly, orvos természetgyógyász, germánygyógytudomány terapeuta. Köszönöm szépen Rékának a bevezető gondolatokat, és egy nagyon lényeges kérdést kell taglalnunk a diagnózis sok kérdéskörét, hiszen ez a fehérköpenyes kolléga itt a címfotón nem véletlenül került oda. A beteg ember úgy néz erre az emberre, akitől várja, reméli a gyógyulását. És akkor mond egy végzetesnek tűnő, csak tűnő véleményt, és ez teljes mértékben felborítja a beteg lelki világát, és utána nem tud ettől a diagnózis soktól megszabadulni. Nem könnyen teszi magát túl rajta valaki, hogy gyógyíthatatlan, hogy autoimmun, hogy rossz indulatú, pedig már tudjuk a germán gyógytudományból, hogy ilyen betegségek nincsenek. A biológiában értelmes biológiai különprogramok vannak, az nem értelmes, ha benne ragadunk egy konfliktusban. Rossz indulat csak az emberek fejében van, a biológiában minden a túlélésről és a faj fenntartásáról szól, tessenek kimenni, kinézni a természetben, minden, ami él, az élni akar. Most a germán gyógytudomány atyát, dr. Ike Gerdhammert mutatnám be, aki egy fantasztikus orvos, teológus és fizikus egy személyben, egy feltaláló orvosról beszélünk, aki a találmányai után megkapja a jogdíjakat, és ebből már biztosítani tudja a családjának a megélhetését, feleségével együtt dolgozik, aki szintén orvos, és mivel a jogdíjak biztosítják a szükséges bevételeket, ezért ingyen gyógyítják a szegényeket Nápolyban. Felesége olasz nemesi családból származott, tehát innen ez a megoldás számukra. Ez 1976-ban történik, és minden a tervek szerint menne, csak hogy 1978. augusztus 18-án Hammer doktor 19 éves fiát, Dirk Hammert, egy halálos, végzetes lövés éri, jobban mondva két halálos lövést kap Hammer doktor fia. A nyári vakációban, amikor is barátaival a Korzika melletti Cavallo-szigetre csónakáznak át egy esti szórakozásra. Részleteket az öt biológiai természettörvényben részletesen elmondtam. Itt a lényeg az, hogy 111 napig Hammer doktor küzd a fia életéért, és fia meghal az apja karjai között. A lényeg, hogy ezután Hammer doktornak egy heredaganata alakul ki rövid időn belül, már 79 februárjában, akkori tudásával a műtétbe beleegyezik, de kemo és sugárkezelést nem vállal, és elgondolkodik azon, hogy kell valami kapcsolat legyen a fia elvesztése, halála és az ő kialakult heredaganata között. 81-ben már egy München melletti rákklinikán dolgozik, a nőgyógyászati rákklinikán, és ott alkalma nyílik arra, hogy a daganatos betegeknek sorra föltegye a kérdést, hogy történt-e valami megrázó esemény a daganat kialakulása előtt az életükbe, amelyet úgy tudnak elmondani, mintha tegnap történt volna. És miután már 200 betegnél is mindig megvolt a pozitív válasz, vagyis mindig történt egy lelki megrázkódtatás a daganat kialakulása előtt, Hammer doktor bejelenti 1981-ben a rák vastörvényét. Akkor nem tudta, hogy ez az első természettörvény lesz életében, amit felfedezett, és a rák vastörvényének a kritériumait DHS
szindrómát, Dirkheimer szindrómának nevezi, a fiáról nevezte el azokat az ismérveket, amelyek kellenek ahhoz, hogy egy daganatos folyamat egyáltalán elinduljon a szervezetünkben. Aztán kiderül később, hogy nem csak a daganatok, hanem minden daganattal egyenértékű, értelmes biológiai különprogramban is ugyanezt megtaláljuk. Nagyon lényeges kérdés ez az értelmes biológiai különprogram kérdése, mert csak így fogjuk megérteni, hogy miként történik bármilyen biológiai válasz a szervezetünkben. Tehát a DHS Dirkheimer szindrómát jelent, és mindig egy nagyon súlyosan érkező, egy nagyon súlyos lelki, érzelmi megrázkódtatásról, félelemről beszélünk, ami hirtelen, váratlanul ért, meglepetésszerűen ért minket, és nyilvánvaló, hogy konfliktus tartalma volt. Ez a félelem alapú megélés, ha magányosan éljük meg, és benne ragadunk a konfliktusban, akkor ez a lelki megrázkódtatás az agy közvetítésével elindít egy szervi elváltozást, és a konfliktus pillanatában kialakulnak azok a bizonyos sinek, vagyis azok a körülmények rögzülnek, amelyek a konfliktus pillanatában jelen voltak. Ennek az a lényege, hogy ezután már mind újabb konfliktus nélkül is beindul a biológiai program csupán a sinek megjelenésére. Még egyszer összefoglalva a lényeget, hiszen ez az a pillanat, ami elindít bennünk egy értelmes biológiai választ. A lényeg az, hogy ezúttal is fog minket érni váratlan, meglepetésszerű történet az életünkben, erre nincs biztosítás, hogy ilyen nem lesz az életünkben, de csak és kizárólag tőlünk függ, hogy meddig ülünk bent a konfliktusba, és ezt mennyire elszigetelten, magányosan éljük meg. Mert ugyanis, ha lezárjuk a napjainkat békével, a mai napot is, akkor az összes kellemetlen történet, ami a mai nap az életünkben, mint derültékből a villámcsapás érkezett, ahogy ezen a képen is látjuk, ezek feloldódnak. De csak hogy ahhoz, hogy ez megtörténjen, hát őszintéknek kéne lennünk önmagunkhoz, meg kéne bocsátani önmagunknak, és meg kéne bocsátani a másik embernek is, akivel kapcsolatos esetleg ez a konfliktusunk. És már is egy érzelmi megoldásról beszéltem, amely nélkül nem fog érzelmileg lezáródni ez a program, és hogyha nem zárjuk le érzelmileg, akkor a sinek emlékeztetni fognak minket arra, hogy bizony vannak még lezáratlan programjai. Az életünk során annyi feloldatlan konfliktus szedünk össze, hogy nem sinek, hanem pályaudvarok vannak a fejünkben, és éppen ezért nem a sineknek a bogarászásával kellene foglalkozni, hanem a konfliktusoknak a megoldásával, illetve ha nem találom, mert 25 évvel ezelőtt biztos volt egy ilyen konfliktusom, amitől cukorbeteg lettem például, akkor a konfliktus feleslegessé tételével feloldhatók a biológiai programok. Hammer doktor egy példában közli, hogy soha nem az számít, hogy mi történt, nem a történet az, ami számít, hanem mindig az, hogy milyen az én megélésem. Ezt a példát ismerjük az 5 természettörvényről szóló előadásból, ismerjük a nőgyógyászati, vagyis a női biológiai programokkal foglalkozó előadásból is, és ennek a lényege az, hogy legyen szó férfiról vagy nőről, mindegy, teljesen mindegy, hogy mi történt, az egyetlen valóság mindenki számára a saját megélése, mert erre fog ő egy biológiai választ elindítani az agy közvetítésével. És pont ezért van az, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható, hiszen csak ő tudja megmondani, hogy mit élt meg az adott történet során, az adott körülmények között, és a körülmények csak segítenek abban, hogy megtaláljuk a konfliktust, amit érzelmileg tehát meg kellene oldani. Második természettörvényt nem sokkal az első után Hammer doktor felfedezi, ugyanis mint belgyógyász főorvos tudta jól tünettamból, hogy vannak hideg és meleg tünetek. A hideg tüneteket mindig a stresszes
idegállapotban észleljük. Ez a stresszes idegállapot a konfliktus aktív fázisra jellemző. Vagyis amikor megtörtént a DHS becsapódása, a váratlan esemény az életünkben, kérdés, hogy mennyi ideig ülünk a konfliktusban, mert ez fogja meghatározni azt, mennyi időn keresztül fog ez az egész zajlani a szervezetünkbe. Ne feledjük el, hogy a konfliktus aktív fázisban mindaz, amire én érzelmileg nem tudok megoldást találni, a biológiánk már segítségünkre jött, és segít a konfliktus aktív szakaszban megoldani biológiai szinten azt, amit én érzelmileg nem tudok megoldani. Erre a helyzetre jellemző, hogy feszült idegállapotban maradunk, és ezért nem tudunk elaludni, vagy ha elalszunk, fölébredünk. Hideg a kezünk, hideg a lábunk, emelkedik a vérnyomás és pulzus. Rengeteg konfliktus, fel nem oldott konfliktus vezet el végül is az embernek a teljes legyengüléséhez. A daganatos beteg nem a daganatába hal bele, hanem a fel nem oldott konfliktusaiba, mert itt a konfliktus aktív szakaszban nincs étvágyunk, nem eszünk, és feléjük a tartalékainkat. Ez a tumoros kaheksziának a magyarázata. Tehát, mint mondtam, nem egyetlen ilyen programot indítunk el egy adott történetre, hanem alkalmanként 4-et, 5-öt, 6-ot. És akkor kérdés, hány ilyen meglepetésszerű történet van az életünkben, amit még nem oldottunk fel. Ez a lényeg, ezt kellene megérteni, és ezért nagyon lényeges az is, hogy tudjuk, hogy hogyan zajlanak le ezek a programok, pontosan azért, hogy ne maradjunk a konfliktusba, és tudjuk, hogy nincsenek gyógyíthatatlan betegségek, csak gyógyíthatatlan betegek. Mert, mint említettem, a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. A KM a konfliktus megoldását jelző pillanat, ami akkor szerencsés, ha tényleg érzelmileg oldottunk meg valamit. Vagyis rájöttem, hogy egy aggódásból például mi a tanulnivalóm, és már nem úgy nézek a daganatomra, mint amitől el akarok választódni, hanem úgy nézek rá, mint egy gyógyuló folyamatra a szervezetembe, aminek azt köszönhetem, hogy megtanultam az életemben azt, hogy, és itt jön be mindenkinek, hogy mit tanult meg, mondjuk, egy elválasztási konfliktus megoldásával. De ha én még ettől is el szeretnék választódni, ami itt van a testemen, az akkor azt jelenti, hogy nem tudom lezárni a programot. Ha még bemocskolva, elcsúfítva érzem magam, már indítok egy másik programot, ha önleértékelést is megélek, mert már nem vagyok az a nő, aki voltam, már elindítottam egy harmadik programot, ha támadásként élem meg azt, hogy ez a seb itt van a mellkasomon, akkor egy negyedik programot is elindítottam, egy mellhártya programot, és hogyha úgy érzem, hogy ettől az egésztől én mellnézést, de nagyon szarul érzem magam, akkor egy ötödik programot. És még nem mondtam el minden lehetőséget, mert minden ember a saját lelkületének megfelelően fog elindítani egy adott helyzetből egy vagy egy tucatnyi programot. Tehát ezért lényeges tisztázni a körülményeket és az összes ezzel kapcsolatos megélést, minden ilyen érzést fel kell oldani, ami azzal a DHS-sel kapcsolatosan jelentkezett. A megoldási szakaszban, amint látjuk, három rész különböztethető meg, a két piros rész között egy kék színű. A piros részek már meleg tünetekről szólnak, vagyis azt jelenti, hogy beindult a gyulladásos folyamat, ami segít nekünk helyreállítani mindazt, amit a konfliktus aktív szakaszban a szervezetünk a túlélésünk érdekében elindított, mint ahogy azt már említettem. A lényeg az, hogy ilyenkor érezzük magunkat betegnek, és ilyenkor vagy kapunk segítséget, vagy pontosan olyan segítséget kapunk, ami leállítja a gyógyulásunkat. Tehát nagyon nagy kérdés az, hogy a beteg legyen tisztában vele, hogy mi az a program, ami éppen megoldásba ment át. Most nem lehet elmondani a teljes germán gyógytudomány tudományos táblázatot, de a gyulladásos tünetek itt jelentkeznek. Az esetek 90-95%-ában a fájdalom itt jelenik meg, amikor már gyógyulok. Vannak kivételes esetek, amikor a fájdalom a konfliktus aktív szakaszban jelenik meg, de erről
külön a fájdalomról szóló webkonferencia anyagban tájékozódni lehet. Tehát egyezzünk meg, hogy a gyulladásos tünetek arról szólnak, hogy duzzanat, pirosság, fájdalom, melegség és a működésnek a visszaesése, vagyis rubor, tumor, kalor, dolor funkció léza, ahogy ezt tanították az egyetemen. Azt se feledjük, hogy ilyenkor fejfájás is kísérdi a gyulladásos tüneteket, ugyanis a hámeri gócban, vagyis az agyi szinten is kialakul az ödéma, a vízgyülem, és ez fejfájást okoz, hiszen minden lélek-agyszerv szinten történik párhuzamosan. De nem ülünk a végtelenségig ebben a kellemetlen helyzetben, hanem érkezik az epileptoid krízis, ami aztán teljesen más és más lesz programonként. Az ízületek, csontok fájdalma itt például megszűnik, viszont az izomprogramnál fokozódik az izomgörcs. Ha pedig egy mozgással kapcsolatos történetünk volt, amit nagyon nagy félelmekkel, halálfélelemmel éltük meg, akkor itt epilepsziás görcsrohamot fogunk tapasztalni. Tehát egy nagyon lényeges kérdés az epileptoid krízis, hiszen itt életveszélyes állapotok is kialakulhatnak, akár szívmegállás, vagy tüdőembólia, vagy mélyvénás trombózis, akár epekő vagy vesekő krízis. De ne feledjük, hogy itt is a tünetek hevessége csak mi tőlünk függ, a kérdés, mennyit ültem a konfliktus aktív szakaszban. Ennek a krízisnek az a lényege, hogy itt fog az agyi ödéma megszűnni, megszűnik a fejfájás, és elkezdünk több vizeletet üríteni, mint amennyi folyadékot megittunk. Az ödéma nem csak agyi, hanem szervi szinten is ürül, és ezután következik a harmadik része a gyógyulási szakasznak, a megoldást követő szakasznak, ez a hegesedés, vagyis itt fognak megerősödni azok a szövetek, amelyek az exudatív fázisban hát kezdtek kialakulni, helyre jönni, itt fog megerősödni, és itt alakul ki a hegszövet. Természetesen a program végére, a teljes gyógyulásnál már nem úgy fogunk kinézni anatómiailag, mint voltunk. Lesznek lenyomatai egy gyógyult tüdő, vagy egy gyógyult melldaganatnak, vagy egy gyógyult pajzsmirigy daganatnak. Természetesen mindennek lesz lenyomata, mint ahogy egy mély sebnek is ott marad a lenyomata a bőrünkön, látszik a sebzésnek a helye. De a biológiai rendszer az nem szépségversenyre készül. Itt a működést kell helyreállítani minden esetben, pontosan azért, mert minden a túlélésről és a faj fenntartásáról szól. Ugye, amint mondtam, az első kérdés, hogy hány ilyen programot futtatunk párhuzamosan. Következő fólián itt azt látjuk viszont, hogy az előbb az ideális helyzetet látok, mikor lezártuk a konfliktust, de a krónikus betegségek azért alakulnak ki, mert el se jutunk a megoldáshoz. Mert ha valaki kitartóan ragaszkodik a véleményéhez, az igazságához, akkor azt jelenti, hogy kitartóan bontja a nyakát és a térdét, és ez még nem jár fájdalommal, csak ha majd megoldásba kerül. Ha ezek a programok ritkán kerülnek sínre, akkor mindig ki tudnak futni, és akkor lesz átmenetileg mondjuk térdés, nyakfájdalom, aztán elmúlik ez az időszak, mert mással vagyunk elfoglalva, vagy éppenséggel nem találkozunk azzal az emberrel, akihez kötötten az igazságtalanságot megéltük, csak egy hónapban egyszer, és találkozás után sínre kerülve ismét elindul a program, pedig már szó se volt az eredeti konfliktusról. Ha viszont ezzel az ember minden nap találkozunk, akkor folyamatosan éljük meg a nyak és térd fájdalmat, mert elakad a gyógyulási szakaszban a program, és ez állandó fájdalmat jelent ezen a két helyen. Tehát a krónikus betegségek kialakulásáért is mi vagyunk a felelősök, de hogyha tudom, hogy mi akasztotta el a gyógyulásunkat, akkor tovább is tudunk lépni. Ebben segít a Miért akad el a gyógyulásunk című összefoglaló webkonferencia, ahol mindenki ezt ellenőrizheti. A harmadik természettörvénynél megint Hammer doktor grafikonját, a Hammeri iránytűt látjuk,
de most már azt is látjuk, hogy mi történik konfliktus aktív és a megoldási szakasz alatt. Mivel sejtekből vagyunk felépítve, amelyek ugye működnek, ezért a biológiánk, a testünk nem tud más tenni a túlélés érdekébe, mint vagy sejtet épít a konfliktus aktív szakaszban, itt látjuk a sárga mezőt, de nyilván a megoldásban a felesleges sejteket akkor le kell bontani, vagy sejteket sorvaszt a konfliktus aktív szakaszban, de akkor ezeket vissza kell építeni a megoldás során, vagy működést blokkolunk, gátolunk, fékezünk, és ezt fogjuk helyreállítani a megoldási szakaszban. Ez teljesen egyszerű, logikus rendszer. Kérem szépen, egy 12 éves gyereknek is egyszerű, felfogható és világos. Ennyire egyszerű, és pont az egyszerűsége miatt hihetetlen egy akadémikus orvoslásban elmélyedt kollégának. Viszont mindannyian tanultunk embriológiát. És Hammer doktor a harmadik természettörvény leírása előtt bizony visszalapozott, és rámutatta arra, és ebből mindenki vizsgázott, hogy minden sejtünk, szövetünk a három csiralemezből alakul ki. Ezt három színnel jelölte Hammer doktor, sárga, narancs és piros színekkel. A sárga színnel jelzett csiralemez, belső csiralemez vagy endodermából azok a szöveteink alakulnak ki, amelyet az agytörzs, a legősibb agyi részünk irányít. Nos, ennek a legősibb agyi résznek az a feladata, hogy a létezést biztosítsa számunkra, és a létezéshez szükséges feltételek. Ide tartozik a víz, a levegő, a táplálék, a fény és a hang. Ezeket meg kell kapjuk ahhoz, hogy életben maradjunk, és ezért ezeket falatkonfliktusoknak nevezte el Hammer doktor. Erről is külön webkonferencia, összefoglalót nézhet meg valaki, ha bővebben érdekli. A mezoderma, vagy középső csiralemez sejtjei, amit ugye itt narancs színnel jelez Hammer doktor, két idegi központ irányítása alá esnek, a kisagy és fölötte ez a kifliszerű narancssárga képlet, a fehér állomány. A kisagy a vélt vagy valós támadások, illetve a gondozási konfliktus érzéseit fogja föl, és szervi szinten sejtek szaporításával biztosítja a támadások elleni védelmet, illetve a túlzott aggódás miatt az aggódás megoldását. Ugye, ha aggódunk valakiért, és az elkezd enni, tehát ha táplálom és eszik, akkor már bizakodhatunk benne, hogy életben marad. Egy beteg gyermek, amikor végre elkezd enni, és ugye ez már az epileptoid krízis után van, amikor már hangulata is jó, étvágya is jó, akkor bízhatunk benne, hogy életben marad. A lényeg az, hogy akkor, ha táplálásról van szó, biológiailag akár férfiről, akár nőről legyen szó, akár jobbkezesről, akár balkezesről, mindig a tejmirigy állományát fogja felszaporítani, hogy képes legyen táplálni azt, akiért aggódik. Ez a biológiai válasz. Ebből lesz az egyik fajta meldaganat, amiről természetesen külön webkonferenciát lehet megnézni a meldaganatokról, viszont aggódással még senki nem oldott meg az életben semmit, tehát egy felesleges, önmagunkat megbetegítő félelemérzés konfliktus. Minél hamarabb le kellene az ilyen aggódásokat zárni. A támadás, vélt vagy valós támadás az írhának a szöveteit fogja érinteni, illetve a burkokat, hashártya, mellhártya és szívburok lesz érintett egy vélt vagy valós támadásra. Azért mondom, hogy vélt vagy valós, mert az agyunk nem tesz különbséget a valóság, az álom és az illúzió között, és teljesen mindegy, hogy valakit tényleg összevertek, vagy csak fél attól, hogy össze fogják verni, az írha szövetei szaporodásnak indulnak. A fehér állomány az viszont az önleértékeléssel kapcsolatos érzéseinket fogja, és szervi szinten viszont a mozgással kapcsolatos szövetekben indít el sorvadást. Az önleértékelés biológiailag azt jelenti, hogy az, ami van, az nem jó, le kell bontani, és kell helyette erősebbet, jobbat építeni. Nos,
világos tehát, hogy a mozgással kapcsolatos szöveteink lesznek itt érintettek, hiszen a mozgás mind a ragadozó, mind pedig a fűevő állatok számára egy alapvető túlélési program, mert vagy nem tudok elmenekülni, vagy nem tudom utolérni az áldozatot, tehát ilyenkor, ha nem elég jó, ahogy mondom idézőjelben a futómű, akkor ezt le kell bontani, hogy helyette erősebbet építsek. Ezért lesz itt először lebontás, fájdalom nélkül, és a megoldásban visszaépítés. És ha mozgásszervekről van szó, akkor világos, hogy érintett a csont, az ízület és inak, az izmok, az erek, osztógyűjtő nyirokerek, valamint a kötőszövet és zsírszövet. A visszaépítés fájdalmas lesz, kivéve a kötőszövet és zsírszövet esetén. Ott nem lesz fájdalom. Nos, a pirossal jelzett külső csiralemezből származó sejteket látjuk, az agykéreg irányítja, és a piros baba az elválasztási konfliktusokra utal. Vagyis arra, hogy nagyon szeretnék, vagy nagyon nem szeretnék elszakadni valakitől, elválasztódni, elszakadni. Ez mindig a bőrnek a legfelszínesebb részét, a kültakarót fogja érinteni, ami több rétegű elszarosodott laphám. Itt is először fogjuk bontani a szöveteket, aztán mikor visszaépül, akkor jelentkezik a fájdalom, a hólyagosodás és egyebek. Az agykéreg nem csak elválasztási, hanem birtok konfliktusokkal is foglalkozik, mindkettőről külön webkonferenciát hallgathatunk meg, és az agykéreghez kötöttek azok a túlélő programok is, amelyek arról szólnak, hogy működés változással próbáljuk megoldani a túlélést. Ami nagyon lényeges még ebben az ábrázolásban az, hogy látjuk, hogy világos rend és hierarchia van a szervezetünkben. A sejtek csak úgy maguktól nem tudnak elbúcsúzni, és más sejté alakulni. Nem mászkálnak szabadon a szöveteik között. Prostata sejt mindvégig a prostatában marad, a csontsejt meg mindvégig a csontban marad. A tüdősejt is mindvégig a tüdőben marad. Egy másik kérdés az, hogy a megoldási szakaszban, amikor a falat konfliktusoknál és támadási konfliktusoknál először építek, a megoldási szakaszban a lebontott sejteket a nyirokrendszer fogja újra hasznosítani, mert ez a feladata neki. Nem a kukába megy az, amit lebontunk, hanem ami abból még hasznos, azt kivonjuk magunknak. Mint ahogy a 120 nap után a vörös vértestek sem tűnnek el a szervezetünkből, hanem a lép fogja kiszűrni és átalakítani a májjal együtt, hogy még a benne levő értékes anyagokat hasznosítsuk. Tehát itt kérem szépen nincsen pazarlás, és nincs áttét. Ezt jegyezzük meg, a legnagyobb diagnózis sok egy daganatos beteg számára, amikor visszamegy, és közlik vele, hogy most már teli van áttétekkel. Ilyenkor azt a reményt is elveszti, ami még addig ott pislákolt benne, hogy hát, ha én leszek, az a 2%, aki túléli ezt az egészet. Kérem szépen, a germán gyógytudománnyal a betegek 96%-a képes meggyógyulni, ha tisztában van azzal, hogy mi van, és ha tisztában van azzal, hogy milyen tünetek várhatóak. Itt minden előre kiszámítható. A negyedik természettörvényben Hammer doktor rámutat arra, hogy a bennünk élő mikroorganizmusok csíralemezhez kötötten segítenek nekünk. Nem véletlenszerűen, mert mindannyiunkban vannak gombák, gombabaktériumok és vírusok. Ezek a mi segítőink, és logikus, hogy a gombák és a gombabaktériumok, mikrobaktériumok segítenek lebontani a feleslegessé vált sejteket, a falat konfliktusok, illetve a támadás, bemocskolás, gondozási konfliktusokban, a baktériumok és a vírusok pedig segítenek visszaépíteni a lesorvasztott szöveteket, amelyek az önleértékeléshez, vagy az elválasztási, vagy birtokkonfliktusok során vissza kell építeni. Erre a dologra Hammer doktor mutatott rá, és nagyon logikus, összefüggő rendszerről beszélünk. Az ötödik természettörvényben Hammer doktor rámutatta arra,
hogy mint említettem, mindennek értelme van, mindennek a túlélés és a faj fenntartása az értelme. Nincsenek értelmetlen történetek bennünk. Természetesen ez rámutat arra, hogy az akadémiai orvostudományban maga a kiindulási pont nem helyes. Ezután bármilyen logikával építkezhetek én valamire, az az egész úgy lesz hamis, ahogyan van. Ha az alapok nincsenek rendben, akkor amit ráépítünk, az sem lesz igaz. Az anyatermészet mindig jót akar nekünk, és mindig mindent szépen elrendez, ahogy ezt Hammer doktor leírja. A DHS egy lényeges pont az egészben, mert ha nincs konfliktus, nincs betegség. Viszont az, hogy az én biológiai testem hogyan fog reagálni egy adott helyzetre, az tőlem függ. És rögtön a konfliktus aktív szakaszban már a túlélésért küzd. Ne feledjük el, hogy minden, de minden a túlélésről és a faj fenntartásáról szól. Ha csak az ötödik természettörvényt komolyan vennénk, már soha nem tudnánk pánikba esni. A diagnózis, mint szó, görög eredetű, összetett szó, átfogó ismeretet jelent, de a medicinában azt jelenti, hogy kórisme, vagyis megnevezzük magát a betegséget, a kórságot, ebből van a kórház régi elnevezés alapján. A diagnózis kialakításánál azért sok mindent rögzít az orvos, és természetesen személyes kikérdezésre van szükség, kérem szépen, és ennek kapcsán meg kell figyelnünk a páciensnek nem csak az elmondott szövegét, hanem azt is, hogy azt miként teszi. Nyilvánvaló, hogy az első kérdés mindig az, hogy miért mentél orvoshoz, mik voltak a panaszaid, mert ezeket csak a beteg tudja elmondani, és a germán gyógytudományban ezek alapján már tudjuk, hogy milyen biológiai programokról van szó, ugyanis minden tünet mögött egy le nem zárt félelem fut. Kérdezzük a betegeket korábbi betegségekről, miért? Mert lehetséges, hogy ezek a betegségek még mindig nincsenek lezárva. A korábbi betegségekről az akadémikus orvos azért kérdez, hogy nem-e egy régi történet újult ki, mert ilyen lehetséges, akár germán gyógytudományról, akár akadémikus orvosrásról beszélünk. Miért? Mert ameddig nincs valami lezárva, addig policiklikusan, amint azt mutattam, az ismétlődhet. A családban előfordult betegségeknek a germán gyógytudomány annyiban tulajdonít jelentőséget, hogy milyen családi viselkedési mintákat másolta a gyermek a gyerekkorában. Milyen hangulatban, milyen környezetben, milyen atmoszférában nőtt fel valaki, mert ez rányomja a bélyegét arra, hogy ezután egy váratlan eseményre ő hogyan fog reagálni. Mint Hammer doktor is elmondta, nem a betegségeket örököljük, a viselkedési mintákat másoljuk, és ezért kérem szépen, nagyon fontos lenne megszabadulni azoktól a berögzött viselkedési mintáktól, amit már mondjuk gyerekkorunkban tudatlanul lemásoltunk. A folyamatban levő gyógyszeres kezelések nagyon lényegesek, hiszen gyógyszereknek rengeteg mellékhatása van. Ne feledjük el, hogy ezek újabb olyan tüneteket fognak elindítani, amelyeknek már nem lesz Hammeri góca az agyunkban. Ugyanis a mérgezések, akadémikus kezelések, műhibák, sugárzások, ezek nem tartoznak a germán gyógytudomány körébe, és ezeknek a programoknak nem lehet a szervezetünkben, vagyis az agyi szinten lenyomata. Viszont egy diagnózis sok következtében megélt félelmeknek ott lesz a lenyomata. Egy daganatos betegnek azt mondják, hogy rák, elindul benne a halálfélelem, és ott lesz agyi központjában a konfliktus aktív fázisra jellemző becsapódás, aminek következtében elindul a szervi válasz, vagyis a tüdőszövetnek a túlszaporodása. A gyógyszerérzékenységről is tudni kell természetesen, és a szociális helyzetről. Ha viszont az alapvizsgálatok a kikérdezés során még mindig nem tiszta egy akadémikus orvos számára a diagnózis,
akkor jön ugye a differenciál diagnózis miatt kell elküldeni, hogy nem-e esetleg, ne talán tán, szóba jön az, hogy. És akkor még további kivizsgálások és bocsánat, szenvedések várnak a páciensre, mert a páciens az, aki elszenvedi mindazt, ami a kivizsgálással jár, és elképesztő történeteink vannak. De ne feledjük el, hogy a germánygyógytudományban minden tünet mögött egyetlen panasz, egyetlen fel nem oldott konfliktus áll. Csak példának hoznám be a Sjögren-szindrómát, amiről külön webkonferencia már elérhető a weblapon. Ugye a szájszárasság, a száraz kötőhártya, szaruhártya, valamint a sokízületi idült gyulladás, az a három tünet, féleség, amit Sjögren 1933-ban leírt, és ezt Sjögren szindrómának nevezték. Az előadásban kifejtettem, hogy itt minden, de minden tünetnek megvan a külön konfliktusa, fel nem oldott konfliktusa, de az akadémikus orvoslás is elismeri, hogy az esetek mintegy 40%-ában hiányzik a sokízületi gyulladás, vagyis a reumatoid artritis. Ilyenkor átnevezzük szikkaszindrómának, hát elnevezésben nincs hiány, viszont a reumatoid artritiszet lehet egyéb kötőszöveti betegség is, mint dermatomiozitis, polimiozitis, progresszív szisztémás szklerózis, és akár szisztémás lupus eritematodes, stb. Kérem szépen, ez nem tudomány. Itt kérem szépen, bármi lehetséges, és ezért kell bevezetni annak a folyamatát, hogy statisztikailag kimutassuk, hogy mi van, meg hogy van. Tehát ezt értsük meg, hogy a germán gyógytudományban minden tünet mögött egy bizonyos, fel nem oldott konfliktus van. A szisztémás lupus eritematodes, vagy bőrfarkasról is van egy külön webkonferencia, aminek az a gyönyörűsége, hogy mindhárom csiralemezhez tartozó szervek érintettsége kimutatható policiklikus lefolyással. Ezt egy mondatban így lehet ezt megnevezni. Vannak belső, középső csiralemez, külső csiralemezből származó programok, és teljesen egyéni panaszok, még azon kívül is, amit leír az akadémikus orvoslás. Tehát amikor nem tudjuk, hogy a tünetek mögött mi áll, akkor jön az, hogy ismeretlen, meg autoimmun, meg gyógyíthatatlan. A germán gyógytudomány mindenre konkrét választ ad, úgyhogy csak annyit kellene megértenünk, hogy ezeket a tüneteket mi indítjuk el, és mi is fogjuk tudni leállítani, ha tisztázzuk és érzelmileg lezárjuk mindazt, ami van. Hogy mi történik egy diagnózis után, amikor, mint derült égből a villámcsapás, az orvos nekünk mond egy nagyon lesújtó véleményt, akkor ugye nem egy, hanem több programot is elindít a beteg, és ki tudná ezt hitelesebben elmondani, mint Réka? Igen, köszönöm szépen, Karesz. A múlt hétvégén, december 13-14-15-én tartott tudatos egészség rendezvényen egy egész délutánt beszéltem én arról, hogy milyen az élet a diagnózisok után. Nyilván nem a teljes és az ott elhangzott információkat nem lehet egy pár percben átadni egy webkonferencia során, csak ízelítőül szeretnék pár gondolatot megosztani önökkel. A legelső lépés vagy fázis az a tagadás, ez nem lehet, ez nem velem történik, ez biztos nem jó, valószínű, hogy összekeverték a leletemet, nem velem történik, biztos összetévesztettek valamit. De aztán megjelenik az izoláció, amikor rádöbben arra, hogy de igen, ez mégiscsak velem történt, illetve ezt követi később a dű, a harag állapot, hogy nem vettem ezt észre, miért nem vettem komolyan, haragszunk mindenre és mindenkire, aki egészséges, aki teljes életet él, és jön a mániás keresés, nem feltétlenül jutunk el eddig a szakaszig, ezek egymást követő fázisok lehetnek, átmosások, átfedések, visszatérések egy korábbi szakaszra, viszont a mániás keresés, az a fűbe-szpába kapaszkodok állapot, hogy ezen túl legyek.
de ez követi az alkudozás, hogyha ezt megteszem, akkor az is sikerül, hogyha ez a kezelés, vagy ez a módszer dugába dől, akkor jön a másik, és általában ilyenkor szoktunk mindenféle módszerbe belekapaszkodni. Az alkudozási fázis sokszor spirituális irányváltást is jelenthet, gondolok itt a megtérésekre, az olyan helyzetekre, hogy ilyenkor elkezdünk templomba járni, akkor is, hogyha esetleg azelőtt ezt nem követtük el. És zömében ezek a mániás alkudozási fázisok csapdákat is rejtenek. Nem feltétlenül mondom, hogy ez mind csapda, de zömében belesétálunk abba a reménytelenség csapdájába, ami elvezet bennünket a depresszióhoz is. A betegség gondolatával való viaskodása, majd én megmutatom, majd én bebizonyítom állapotok, meg akarok ettől szabadulni, ki akarom éheztetni a rákot, a küzdelmet felvenni valamilyen betegséggel, ez még mindig nem a gyógyulás útját jelenti, hiszen ez nem az aktuális testi státuszom elfogadására irányul, hanem az azzal való megküzdésre buzdít bennünket, mint ahogy hallottuk keresztül, de a maga a diagnózisok és a következmény konfliktusokkal számolva nagyon fontos programot jelenthet. Az elfogadás fázisa az nem azt jelenti, hogy ez van itt a vég, válaszok ki, hogy milyen ruhába temessenek el, félre ne tessenek érteni, nem erről van szó. Az elfogadás az, hogy igen, ez van, most ez megtörtént, ennek meg kellett történnie a testemmel, ehhez az én jóváhagyásom is szükséges volt, hiszen én döntöttem úgy, hogy. A megoldás az elfogadásban rejlik, abban a pozitív elfogadásban, hogy ez a startvonal, innen indulunk, és mindazt, ami rajta múlik, azt megteszem, és ez nem egyenlő a feladással. Ezt a fóliát az előadásomból ragadtuk ki. Mind a mellett még beszélhetnénk a reménytelenség állapotának feloldásával, az önsajnálatról, a kilátástalanságról, a félelmekről, a nagyon heves érzelmekről, illetve a kontrollvesztésről, ami szintén ilyenkor megjelenik a betegséggel találkozó ember fejében. Nagyon érdekes az is, hogy visszatérünk egy korábbi probléma kezelési stílusba, ilyenkor nagyon érdekes az, hogy mennyire infantilisan tudunk viselkedni. Gondolok itt a keserves sírásra, ami a reménytelenség és az önsajnálat, kilátástalanság résznél található meg. Ez a gyermetek viselkedése, ez utalhat magára arra a traumára is, ami ilyenkor fellép. Illetve hát, ha a gyerekekről beszélünk, a gyerek is azt hiszi, hogy nincs jövő, eltört valami, akkor az végérvényesen a pillanatban megjelenő fájdalmat jelenti számára, nem látja az újratervezés lehetőségét, illetve azt, hogy hogyan lehetne ezt legközelebb kiküszöbölni. A félelmek pedig gyakorlatilag engedelmessé és minden racionalitást mellőzővé tudnak bennünket alakítani. Nagyon sokszor hallok egymásnak ellentmondó információkat emberektől, és félelmük homályán keresztül nem veszik észre, hogy ugyanarról a dologról nagyon sokszor ugyanaz az orvos három különbözőféle véleményt ad. Erre pont ma volt egy nagyon érdekes példa, egy olyan történet, amikor azt mondta az orvos, hát elképzelhető, hogy nagyon sokan élnek ezzel a tünet együttessel, ami nála egy vérképben való eltérés volt csupán. Ezzel rengeteget lehet élni, van olyan beteg, aki élete végig ezt a tünetegyüttest hordozza, panaszmentes, és majd valami másban hal meg. Ugyanez az ember, ugyanennek a páciensnek pár hónap múlva elkezdi mondani, hogy hát ezzel 10-20 évet is lehet élni, és a következő találkozáskor pedig azt mondta, hogy hát azért 5 év múlva nem ártana némi kemoterápiás szert használni, mert azért nem feltétlenül olyan rózsás a helyzet, holott a labor eredmények között nem volt különbség, sőt a
az utolsó labor eredmény az sokkal rózsásabb helyzetet mutatott, szinte normális volt. Kisebb eltérés, sokkal kisebb eltérés, mint az előző kettő, de akkor ez most mégis rosszabb helyzetként van megítélve, pedig a számok bizonyos helyzetekben magukért beszélnek. A nagyon heves érzelmek megjelennek akkor, amikor kontrollvesztést érzünk, nem akarjuk ezt elfogadni, elengedni, mi lesz velem, mi lesz velük, mi vár rám, az ismeretlentől való félelem szintén rengeteg heves reakciót kivált. A kontrollvesztés alatt értem azt, hogy nem tudom, tegnap még minden tervezhető volt, hogy mit főzök karácsonyra, hogy lesz, mint lesz, kik jönnek, hova megyünk, mi lesz szilveszterkor, és erre kiderül valami derültékből villámcsapásként, hogy nincs, nem vagyok jól, nincsenek jó dolgaim, az eredményeim nem megfelelőek, és ilyen vagy olyan veszélyben vagyok. Tehát itt ezeket az állapotokat lehetne tovább beszélni, fejleszteni, erre azért minőségi és mennyiségi idő kellene, hogy ki tudjuk fejteni. Nagyon fontos lenne, hogy ezeken a szakaszokon úgy menjünk végig, hogy ne ragadjunk bele egybe. Nagyon hasonló a gyász folyamatához, hogy ha benn ragadunk egy ilyen állapotba, akkor a diagnózis sok feldolgozása is sokkal nehezebb. Érdemes lenne ilyenkor egy megfelelő szint és minőségű kríziskezelési haditervet kitalálni. A haditerv első pontja a számomra a germánygyógytudomány alapos és részletes megismerése. Az alapos és részletes megismerése alatt értem azt, hogy ha éppen egy diagnózis sokkal küzdök, akkor érdemes erre sokkal több időt rászánni, hiszen ilyenkor mindenki a saját problémájának a megoldását szeretné tudni, de nem biztos, hogy eljut teljes mértékben a felfogó képességének korlátozottsága miatt az információ, és most ne tessenek megsértődni, de akkor, amikor az ember nagy bajban van, akkor csak arra az egy dologra tud koncentrálni, és nem biztos, hogy meghallja azt az üzenetet, amit talán a germánygyógytudomány legfontosabb üzenete, hogy van megoldás, a biológiánk most is nem ellenünk, hanem értünk dolgozik. Ezt nagyon-nagyon jó lenne szem előtt tartani, hogy a biológiám nem ellenem, hanem értem dolgozik, csak nem biztos, hogy nem mindegy, hogy értem, vagy nem értem, hogy mit tesz a biológiám, én értem. Fontos lenne tudni, ismerni összefüggésében, utána megkeresni azoknak a történeteknek a hogyanját, mikintjét, amivel szembe kell nézni. Gondolok itt a konfliktus aktív szakaszban lévő programokra, illetve a megoldásban lévő programok beazonosítása is nagyon nagy segítséget jelenthet. Gondolok itt például az aggódás konfliktusra, hogy teljesen mindegy, hogy kiért aggódtam eddig, mondjuk egy emlőszövet szaporulatnál, a következő aggodalmam tárgya az én vagyok, mi lesz a férjemmel, mi lesz a gyerekemmel, a kutyával, mi lesz a munkahelyemmel, ki fogja a munkámat végezni, hogy lesz így velem. Ez, ha beindul az izoláció, a teljes elszigetelődés, magamba zárkózás, rengeteg fészek, vita, konfliktusra adhat okot, főleg akkor, hogyha mondjuk csak a hölgytag ismeri a germánygyógytudományt, gondolok azokra a belső vitákra, háborúkra, harcokra, amik az ellenkező vagy más nézőpontot helyesnek tartó emberek véleménye, ilyenkor mindenkinek van valami jó tanácsa, mindenki tud valamilyen ismerőst is, orvos, protekciót szerezni. Ez a dő és harag állapot, hogy mindenki hagyjon már békén, ne szóljanak bele az életembe. A mániás keresés az lehet a Google kereső motorok használata, hogy ki halt bele, ki az a híres ember, aki ugyanilyen beteg, mint én, mert ugye ez is nagyon fontos, hogy valamilyen közösséget találjunk. Ezek a közösségek nem azért vannak fenn, hogy
bizonyos információk szányra kelhessenek, ezeket nagyon sokszor multinacionális cégek marketing fogásaiként, vagy marketing eszközeként használják fel. Ha meglátjuk a lap végére görget, vagy valami eladó szerv, vagy valamilyen olyan vegyipari termék eladó ugyanezen az oldalon, ami pont nem a gyógyulásomat segíti, akkor legyünk kedvesek gyorsan a kicsi piros négyzetben megtalálni azt az X-et, amiről ki tudunk ebből a csapatból vagy oldalról lépni. Az alkudozási lehetőség ilyenkor, hogy hát nem lehetne egy kicsit ezt, egy kicsit azt, egy picit ide is elmenni, egy picit oda is elmenni, ilyenkor van az a helyzet, hogy folyamatosan keresgélünk, és mindenhez és mindenkihez elmegyünk segítséget kérni. Ennek vannak hátrányai és árnyoldalai is. Én azt hiszem, hogy minden olyan módszer, ami a valós okot keríti elsősorban felszínre, és a betegnek a jogát, a lehetőségét nem veszi el a saját szabad döntésről és a szabad akarat megnyilvánulásában, illetve nem egy külső segítségtől, szertől, embertől, gurutól, mestertől várjuk a megoldást, hanem segít feltérképezni a következő pár lépést, amit a beteg maga választ ki, hogy milyen irányban és milyen tempóban halad, az helyes és jó. Én azt látom, hogy az alkudozási fázis abból alkudozási szakasz abban merül ki, hogy mit egyek, és mit ne egyek, és milyen cseppeket, kenjek, szedjek, vásároljak. Viszont az, hogy hogyan tudjak magammal úgy békét kötni, hogy akkor ez a béketárgyalás legyen az alkudozás témája, hogy mi az, amit változtatok, mi az, ami jó, mi az, amit el tudok engedni, mi az, amit nem tudok elfogadni, ezt kellene az alkudozásnak a fő témájának lennie, és ez soha nem egy rajtam kívül álló ember teszi meg, hanem én önmagammal. Lehet ebben némi segítséget kérni, de nem úgy, hogy valaki nem ráhangol valamire, vagy majd ő elvégzi helyettem, vagy majd ő kimondja helyettem azt, amitől én félek. Ezekben a terápiás módszerekben legyünk kedvesek kételkedni, hiszen nem a különböző segítő szolgáltatást végző emberek hibájából betegedtem meg, ott sem volt akkor, amikor ezt a konfliktust elszenvedtem, tehát nem tudja, hogy mi van bennem, nem látta az eddigi életemet, csak nagyon sokszor nem is kérdez rá, mert ha csak majd én tudom, meg majd minden kiderül. De itt a belső átalakulás lenne a cél, hogy másképp álljunk bizonyos dolgokhoz, például az ismereteinkhez, amit eddig a testünk működéséről tudtunk, vagy az érzelmeinkhez, amit eddig az érzelmeinkről gondoltunk, hogy tudunk, illetve a döntéseinket azt ne a rutin és a megszokás befolyásolja, hogy valakihez elmegyek, aki majd megoldja, hanem végre életemet a saját kezembe vegyem, és tudjak dönteni, határozni és tovább lépni. Amikor a vezetés újra a saját kezemben van, akkor azt látom, hogy a kontroll újra nálam van, dönthetek úgy, hogy most akkor kilépek ebből a helyzetből, megkeresem rá a megoldást, na ez már a depresszióval nem tud összefüggni, tehát a cselekvő magáért tevőlegesen és aktívan a gyógyulási folyamatában résztvevő ember már nem tud elkeseredni, hiszen látja azt, hogy halad, hogy lépéseket kell megtennie. El tudja fogadni, hogy most egy lépést meglépett, tudja azt, hogy mi a következő, tehát ha következetesen halad ezen az úton, akkor a feladás, mint olyan, hogy akkor jó, hát akkor meghalunk, féle hozzáállás is megszűnik, hiszen látja, hogy a döntéseinek, a cselekviseinek, a életjobbító szándékának megvannak az eredménye és a gyümölcsei, és én ebben látom a valós és tartós megoldást. Hát nagyon-nagyon köszönöm, Réka, ezt a frappáns összefoglalást, és én úgy gondolom, hogy ezt többször is végig kell hallgassa valaki, aki éppen egy diagnózis sok után van, hogy egyáltalán fölfogja, hogy merre van a megoldás. Mert igen, a megoldás nem azt jelenti, hogy feladom. Viszont ha a betegnek passzív a hozzáállása az egészhez, akkor biztos, hogy elakad a gyógyulása.
ha nem ismeri az öt természet törvényt, akkor nincs miről beszéljünk, mert akkor elfogadja azt, hogy valamit le kell nyeljek ahhoz, hogy én meggyógyuljak, vagy valami diétát kell nekem tartanom ahhoz, hogy kiéheztessem a rákot például. Ha ismeri a germán gyógytudománynak az igazságait, de mégse tudja elfogadni, okoskodik, akkor megint nem tudunk az ilyen emberrel segíteni, tehát ezek az embereknek a gyógyulása elakad. És lényeges kérdés, hogy nincsenek érzelmileg feloldva a konfliktusok, és így ismételten sínekbe botlik, és amit mutattam, a krónikus betegségeknél jön a függőgyógyulás, illetve a policiklikus lefolyás. Nyilván ezeknek a helyes felismerése, az egyéni esített, egyénre szabott megoldás, és szeretném felhívni mindenkinek a becses figyelmét, aki ezt a webkonferenciát hallgatja, ezek csak címszavak. Erre megfelelő időt kell szánni, minőségi időt, elmérni a germán gyógytudományba. Ez pontosan így van, mert minden beteg egyéni, egyedi történet, és nyilván a hozzáállása is egyedi. Viszont, hogyha konfliktusként éli meg a megoldási fázis tüneteit, és ez még olyanok is megélik, akik már voltak tanfolyamon, és megijednek a fájdalomtól, a gyulladástól, vagy egy kiütéstől, akkor ez egy újabb konfliktus, és akkor újabb programokat indítunk el. Aztán jönnek az esztelen diéták, a helytelen életvitel, vagy éppenséggel olyan gyógyszeres beavatkozások, amelyek leblokkolják magát a gyógyulást. Lásd, például szklerózis multiplexbe olyan gyógyszereket adnak, ami leállítja a gyógyulást, leállítja az ideg-izom kapcsolat újra kialakulását. Aztán olyan is van, hogy ugye tudatlanságból újabb és újabb programokat indítunk el, vagy, ami a mai napnak a témája, a rendelőben kapott diagnózis soktól nem tud megszabadulni. De ha ismerjük, és tudjuk, hogy hogyan történik minden, és amint említettem, az ötödik természettörvényt legalább azt komolyan vennénk, hogy minden értünk történik, és nem ellenünk, minden a túlélésről és a faj fenntartásáról szól, akkor már is a pánikot, a félelmet el tudnánk engedni, és megértenénk, hogy az orvost úgy tanították, hogy az egyik betegségből majd jön a másik, és abból a harmadik, meg a negyedik. Nem kérem szépen, egyik félelemből egyfajta probléma lesz, másik félelemből másfajta probléma lesz. Na most, amikor a beteg az egészet úgy éli meg, hogy az egész életem megváltozott, és ezt is konfliktusként éli meg, akkor kérem, akkor ha nem tudja az új helyzetben megtalálni önmagát, akkor ez is elakasztja a gyógyulását, és ne feledjük a tizedik pontban a család negatív hozzáállását. Ez egy nagyon lényeges kérdés, mert a család hozzáállása az nagyban segíti a beteget a gyógyulásában. Pont ezért van az, hogy a házaspárok kedvezményt kapnak csak, hogy legyen a beteg embernek, a beteg félnek egy támasza, akivel meg tudja beszélni az egészet, és ahogy ezt Réka is említette, hogy ne egyedül küzdjön a beteg egy családdal szemben azért, hogy ő hogyan is miként szeretne gyógyulni. Nos, a My Student & Mehen hallgatása az nagyban segítene mondjuk a pániknak a megoldásába. És minden olyan program, ami a külső csiralemezhez kötött, ott a konfliktus aktív szakaszban, amint látjuk itt a képen, a konfliktus tömegnek a letranszformálását fogja előidézni, amikor bevezetjük ennek a dallamnak a hallgatását. És ha ez megtörténik, a konfliktus tömegnek a letranszformálása, akkor a megoldási szakaszban a megoldási tünetek sem lesznek veszélyesek, és elviselhetetlenek. Ez a My Student & Mehen hatása a konfliktus aktív szakaszban. Hogyha nem elválasztási és birtokkonfliktusokról van szó, hanem bármi másról, tehát önleértékelésről, vélt vagy valós támadásról, falat konfliktusokról, akkor ne feledjük el, hogy itt egy satuféket nyom a konfliktus aktív szakaszban a dallam hallgatása a biológiai programba, tehát nem történik meg a sejtek további lebontása, vagy a sejtek további szaporodása egy emlődaganatban, vagy éppenséggel
egy vesegyűjtőcsatorna szindróma esetén. Ez hihetetlen, de tényleg így működik ez a dallam. Aztán, ha a megoldási szakaszban kapjuk elő Hammer doktor gyógyító dallamát, akkor látjuk, hogy segít optimalizálni a megoldási szakaszt, vagyis áttolja az exudatív fázist az epileptoid krízisen át a hegesedési fázisban. Nem kell tovább szenvednünk, mint amennyi a programnak a kifutása, és megakadályozza az éjszakai recidívák becsapódását, ha ezt 24 órában hallgatjuk. Persze az optikai sínek azok nem kedveznek, mert újra jelentkeznek a tünetek, de pontosan ez az, ami felhívja a figyelmet, hogy optikai sínen vagyunk, hogy hallgatjuk a dallamot, és nem tapasztaljuk a javulást. Szóval a mágikus képességeket elismételném, hogy tudjuk, hogy megtöri mindenfajta pániknak az átkát, megnyugtatja a beteget, természetesen, ha nem az a kifogása, hogy neki nem tetszik ez a dallam, mert ő más stílust szeret. Ezt nagyon halkan kéne hallgatni, olyan halkan, hogy csak akkor halljam, ha odafigyelek rá. És ebben a hangerőben, ebben a minimális hangerőben, ebben ténylegesen nem fog semmilyen zavaró hatást kiváltani. És a lényeg, hogy amíg hallgatjuk, a recidívák becsapódását megakadályozza. Ezért kell éjszaka is hallgatni, mert konfliktus recidívákat. Éjszaka álmunkban is megélhetünk, mert, mint említettem, valóság, álom és illúzió közt nem tesz különbséget az intelligens agyunk. Egy nagyon lényeges kérdés, hogy megállítja az aktív rákot anélkül, hogy megoldaná. Ugye ez a missing link, hiányzó láncszem, és ez azért lényeges, mert magának a konfliktusnak a megoldása és a program lezárása továbbra is a mi feladatunk marad. Nem attól fog valaki meggyógyulni, hogy semmi más nem tesz, csak hallgatja a dallamot. Ez egy hibás hozzáállás. A programot nekünk kell lezárni, és olyan programunk van, ami régen történt. Segít megálmodni ezt a dallamot, tudatosítani, és így lezárni. Amint említettem már, ugye minden kérgi konfliktust, kortikális konfliktust letranszformál, és akik tudják, hogy ide mi minden tartozik, azok rájönnek arra, hogy nagyon, de nagy, mondjam úgy, hogy betegségcsoportról van itt szó. Mert nem csak a mozgással kapcsolatos, de az érzékeléssel kapcsolatos konfliktusaink, az érzékszervekhez kötött programjaink is ide kötődnek, valamint az összes birtok konfliktus. Az ötödik mágikus képessége pedig az, hogy ki tudja védeni a kapott morfium után jelentkező elvonási tüneteket. Tehát ez egy nagyon lényeges dolog, mert le tudjuk a beteget szoktatni arról a morfiumról, ami az epileptoid krízisben amúgy leállítja a szívét. A dal nem csak emberre, hanem állatra, sőt növényre is hatással van. Ezekről már webkonferenciákban beszámoltam. Nagyon lényeges az is, hogy a morfium nélküli fájdalomterápia kezdetét veheti a Meisterdenten méhen hallgatásával, és ugyanakkor a külön webkonferencián beszéltem ugye a csonthártya idegháló fájdalmáról, vagyis ezeket a reumás fájdalmakat is képes gyorsan csökkenteni. A negyedik mágikus képesség hatására, tehát a kérgi programokra való hatással kitolja az öregedést, az Alzheimer, demenciát, agyvérzést, Parkinson, tehát ezeket a programokat segít megoldani, a különböző bénulásos motorikus programokat segít megoldani, de nem győzöm kihangsúlyozni, hogy a konfliktus megoldása még mindig a beteg feladata marad. Az agyi ödémát jobban csökkenti, mint a kortizon, tehát ez is nagyon lényeges, és ekkor el fognak tűnni azok a hatalmas vízgyülemek a koponyán belül, amelyek létrejönnek mondjuk magányosság és
egzisztenciális konfliktus következtében, illetve kérdés, hogy hány programunk van. És ezzel a csodálatos dallammal egy olyan segítség van a kezünkben, amelyel a csontfájdalmakat vagyunk képesek megoldani. Az előző webkonferenciákban is bemutattuk, hogy az eredeti Hammeri dalt kellene hallgatni, amit én átküldök bárkinek ingyen egy csatolmányban, annak az a címe, hogy Gerd énekel, és amint látjuk, itt a hangrezgések teljesen normális tartományban vannak. Ha egy hangmérnök hallgatónk küldte el ezt a képet februári tanfolyam után, amiben ezt írta le szó szerint a levelében. Igazatok volt a zenével kapcsolatban, beraktam egy profi szerkesztő programba, teljesen át van szabva a neten levő BPM értéktől kezdve. Elkezdtük hallgatni a tőled kapottat, nagyon erős hatások kezdődtek. És megnézhetjük, hogy így néz ki az átírt, amire azt írják, hogy eredeti dallam, tessék oda nézni. Biztos ismerjük a spanyol feliratú hirdetést, mert nem tudnám másnak nevezni. Ez a dallam alkalmatlan bármilyen gyógyításra, sőt. Tehát aki ingyen szeretné megkapni az eredeti dallamot, annyi dolga lenne csupán, hogy írjon, és akkor ezt megkapja, hiszen Hammer doktor eskütételt helyettesítő nyilatkozatában pont ezt rendelte el. Kedves betegeim, ma egy isteni ajándékot adok nektek, a más studentem mégként, az ősi archaikus dallamot, amit ingyenesen le lehet tölteni, hogy minden beteg élvezhesse ezt az isteni ajándékot az Archaikus Melódiák című könyvből. A más studentem mégként szövegének és dallamának szerzőjeként minden betegemnek át szeretném ajándékba nyújtani ezt a mágikus erejű dalt, és megtiltom az eredeti dal bármiféle megváltoztatását, amit én személyesen szentnek és gyógyítónak tekintek, és megtiltom a dal bárminemű kereskedelmi értékesítését. Meglévő, tehát a régi weblapjáról Hammer doktornak már nem tölthető le ingyenesen személyes használatra, csak felhívom a figyelmet, hogy hiába így rendelkezett Hammer doktor, az örökösei ezt a rendelkezést nem tartják be. A germán gyógytudomány tehát alap a megértéshez, a felismeréshez, a megelőzéshez és a megoldáshoz. Rámutatta arra, hogy a betegségek nem függnek a nemtől, nem függnek a kortól, az etnikai hovatartozástól, az iskolázottságtól, stb. Vagyis azoktól a tényezőktől, amelyektől az akadémikus orvoslás függővé teszi a betegségek megjelenését. Ezek statisztikai adatok, kérem szépen, csak hogy a statisztika nem a biológiára, hanem a közgazdaságtanra, valószínűségszámításra egy kitűnő módszer. Azok az úgynevezett betegségek viszont attól függnek, hogy hány programot indítottam, ebből hány van konfliktus aktív, hány van megoldási szakaszban, és amúgy még az is egy lényeges kérdés, hogy milyen konstellációk alakultak ki, vagyis viselkedés változások. Az egyes programokat, ha felismerjük már a tünetek alapján, akkor azokra valós megoldást tudunk javasolni a gyógyulás érdekében. Természetesen itt minden a betegtől függ, és nem mástól. Ha érzelmileg oldjuk fel azokat a konfliktusokat, amiket ugye érzelmileg éltünk meg, akkor leállnak ezek a programok. És a germán gyógytudomány azért tudomány, mert reprodukálható, összehasonlítható, előre jelezhető, vagyis rendelkezik a tudományosság ismérveivel. Ez nem mondható el az akadémikus orvoslásra, ezért nyúl a statisztikához. A germán gyógytudomány viszont egy alap tantárgyhoz, egy alaptudáshoz, az embriológiához nyúl, és az öt természettörvényhez, amit még senkinek nem sikerült megcáfolnia.
1981 óta még senki nem tudta tudományosan bebizonyítani, hogy Hammer doktornak ne lenne igaza. Nincsenek véletlennek, tehát nem szükséges a statisztika, se az állatkísérlet, nem szükséges, sőt felesleges. A legjobb megelőzés tehát érzelmileg megoldani mindazt, amit érzelmileg elindítottunk, és akkor nem fogunk megbetegedni, és nem fogunk szenvedni egy életen át.